És egyenként legyetek szívesek, húzzatok számot, és mutassátok is meg, mindegy, hogy ki húzza az elsőt. 20-as, 21-es, 10-es meg a 3-as, 16-os, 11-es és a 15-ös. Kérem az első párost. Indul! Azaz, szinte. Paulának sikerült, elveszi a labdát, és megy a másik vonalhoz. Na, és megvan! Túl nagyokat dobtok, túl sokat futtok. Ott volt! Fa. Ott megállsz. Megállsz. És... Salló ezt megnyerte. Indul! És egy kis koncentrálás. És Majának megállt. És megvolt! Mesinek megvan! Labdával tudod ledobni! Maja már is jön visszafele a kis golyóval! Mesi egyből ledobta! Ott megáll, újra teszi! Megáll, újra teszi! És fent van az zászló! Fent van a zászló, kérem. Nagyon szoros volt. Kb. 4 méter. Pár méter választotta el Mesit a győzelemtől. Indul! Igazítsd meg! És Hunornak benne van! Na!
Nagyon közel volt. Palack! És Hunor megnyertem. De honnan nem úgy jön be? Felkészülni. És indul. És Laurának benne van. Igen. Egyből letalált. Nem megy addig, ameddig a labda nem egyedül áll. Nem érünk a labdához. Labda az ütőn legyen, nem a kéz tartja. És az átlót megemeljük. Mai nap is eljött a döntő pillanat, a mai nap is ki fog esni két versenyző közületek. De mielőtt eljutnánk a játékig, ha van valaki, aki a kártyák hatalmával szeretne élni, az most mondja. Én Huninak a jokerét megduplázom. Tehát a te kártyád elmúlt. Viszont Huninak megduplázódott a kártyája. Huninak a kártyája mi az? Joker. Joker. Tehát a Joker megduplázódott, aminek a hatalma bármilyen kártyát ismételhet, illetve utánozhat. Rendben, tehát akkor most gyertek és húzzatok egy-egy számot mindenki. És mutassátok ide a kamerának egyenként, hogy lássam. 15. És úgy van, ahogy megálmodtátok, minden fiú egy lánnyal fog megküzdeni. Jó? Vonuljatok vissza, és kérem az első kettő, 10-11. Indul! Nem igaz, mehetsz tovább, köteles vagy tovább menni. És Huni megvan. Gratulálunk, a három piros fel van fordítva. Nem is kellene, hogy elfáradjak. Indul! Laurának a kék fel van fordítva. Ja. Gyerünk, fejed le oda, menjél! Elkéstél, Salló, felfordítottam. Gratulálunk! Indul! És le van fordítva! Fordíts vissza egyszer az övét! És Huni fent van! Basszus, nem gondoltam arra, hogy tehát akkor a három vesztes közül egy vissza fog jutni a zárcsoportba, aki meg kell verjen kettőt közülük. Úgyhogy felkészülünk. Egyértelmű volt. A másikét visszafordíthatod. És indul! Pirosnak van egy, a kéknek egy, pirosnak kettő. Pirosnak egy, pirosnak kettő, kéknek kettő, pirosnak három, és fent van a zászlón. Most már igen. Indul! És kettő piros,
Három piros fel van fordítva, két kék, két piros, két kék. És három piros, két kék, nem, két piros van. Három piros, három kék, és a kéknek az ászlaja fent van. Akkor Mesinek van egy pontja, Annának van egy pontja. És ha ezt Mesi megnyeri, akkor ő megy tovább, ha Laura nyeri meg, abban az esetben mindenkinek egy pontja van, tehát akkor újra játsszuk a játékot. Nem, és indulj! Laura, fordíts vissza a kéket! Nem fordítom, csináljátok, nem beszélgetsz, dolgozol, dolgozol! Két kék, fent három kék, két kék, és három piros van fent! Ne! Meg van fordítva, visz... fordítva. Ne, sajnos duplán billent. Sajnos duplán billent, amikor kiemelte, piroson volt. Ezt megnyerte? Igen. Fordítva. Ezt Laura megnyerte. Indul. A szallagokra első percbe kértelek, hogy figyeljetek. Két piros, egy kék. Két kék, egy kék. Két piros, egy kék, három piros, két piros. Most mi van? Nem, mert jó volt. Nem beszél. Nem igaz, mert két kéket mondtam, és a pirosat nem mondtam, de már is van három kék, két kék, egy piros, egy kék, két piros. Három piros, egy kék, és a piros megnyertem. Amúgy ez fault volt, igen. Ez nagyon fejlődő. Egy kék, egy piros. Egy piros, egy kék, két piros. Egy kék, egy piros. Két kék, két. Egy kék, két kék, három kék, egy piros, három kék, és fent van. Fel akart rúgni. Fent van a kék. Indul. Tehát egy-egy. Egy piros, egy kék, két piros, egy kék, egy piros, egy kék. Két piros és három kék. Mesi felemelte a zászlót. Két ponttal Mesi tovább jutott a B csoportba, került Anna és Laura. Elbúcsúztunk még két jó társunktól, akik sajnos búcsúznak a karkötőjüktől. Tessenek parancsolni. Laura. És Anna és Máris elbúcsúzott a karkötőtől. Úgyhogy ez esetben maradtunk négyen az A csoportba, négyen a B csoportba, amelyikből, ahogy említettem, majd a legvégén a legjobb bekerül a döntőbe. És akkor a mostani gyakorlatunk az a védettségért van. Hunor, mostanig nálad volt a védettségi amulett, kérem vissza. És ez esetben felajánlom nekem egy új harcosunknak, aki majd a mai próbán, ezen a próbán meg fogja nyerni. Látjátok, mit ír ottan? Phoenix harcos. Ez az amulett. Azért.
Ahhoz, hogy harcba keljetek, ahhoz számokat kell húzzatok. Húzzatok egy-egy számot. És 11-es, mutassad is. 16-os, és tovább állhatsz, ha megvan és bemutattad. 21-es, 3-as, és 2-ös, és hunorok, mutassátok, 10-15, meg Maja 20. Na kérem. Tehát a 2-es, 3-as kik? Jó, ki a 2-es? Tehát a tiéd a kék, és a tiéd a piros. És így tartsd meg, ne emeld meg. Terezd le ide. Tartsd meg. Ne emeld meg. Tartod. És felkészülni. Vigyázz. És indul. Felemelni. És Salló tovább jutott. De amúgy ugyanúgy tartottam, úgyhogy... Következő páros. Kikivel? 10-es és 11-es. És felemel. Hunor ezt már egyből megnyerte. De ez nem éri. Gratulálok. Ez nem éri. De nem így kell. Nem igaz. Következő. Ez szerintem a nagy család. Nem család. Nem szabad félreérteni. Ki a... És indul. És ezt Mesi megnyerte. És még van egy páros, ugye? Igen, két lány. Emel. Júj, Paula, elten. Tartod, tartod, és koncentrálj a gyakorlatra. De a piros kicsúszik. De úgy tényleg ilyen. Kék is. Érdekes, a kék is pont úgy csúszott az előtt. Mester, így szabad tartani? Elől, elől, úgy, úgy, úgy. El kell fogadni a veszteséget. Ezt így hogy? Nem valami kényelmes. Abszolút nem kényelmes. Az biztos. És itt a bizonyíték, hogy lehet tartani. Engedd el, csak engedd el. Párhuzamosan kell fogni mind a négyet. Engedd el, Maja! Hát, itt már a kék lecsúszott elég nagyon. Mester! Engedd el! Maja, engedd el! És a piros megnyerte, Maja nyert! Gratulálunk! Én szeretnék veled lenni. Én is szeretnék. 10. Én nagyobb. Semmi baj! És 10-11. Indul! De Majának fáj a karja, mert az előbb velem volt. De Maja nagyon erős. Gyere Maja! Maja csak egy kicsit kell, mert Huninak mindjárt vége. Tehát Huni nagyon vibrál. Huni... De aztán egy kicsit ott nagyot. Huni is rögtön. És Maja megnyerte! Gratulálunk, Maja döntőbe van! Nem mondja az a baj, hogy... Na most kell megvernem, Lolo. Most egyből kicsúszhat egy adagot. Tedd azt! És emel! Előbbre akar ezeket egy kicsit, Lóri, nem a melkas előtt, így. Gyere, Mesi! Csak tartani kell, gyere, semmi egyebet. Mozog a filelónak. Tehát Maja, ő már a döntőben van. Mesi is. És most nézzük meg, hogy ki a másik döntős, koncentrálja a gyakorlatra. Hajrá, Mesi! Amúgy zavaró. Tényleg, hogy fényzik? A kép ki fog csúszni. Na, no. Koncentrálj a gyakorlatra! Mesi ügyes vagy, te nem remek. Mesi nem is rög. És Mesi nem csúszik. És mondjon valaki egy jó viccet. Nem, nem, nem. De Rolóna rosszul tartja. Engedd el, engedd el. Ezeket a hangokat hallani. Zsalló, hogy volt, amikor beestél? Mesi, mert csak egy kicsit kell bírni. Dehogy pótoltál. Ez a kitartásról szól. Nem pótoltál. Tartod, tartod. És Mesi megnyerte!
Bejutott a döntőbe! Na jó, kicsit ilyen. Gyerünk, Maja! Maja! Hajrá, mi! Vegyétek kezelésbe a... Na, gyere, kérdés. Gyerünk, Lolo! És indul! Drukkolni drukkolhatsz, kommentálni nem kommentálhatsz. Maja már annyira unja, hogy mozgatja a fél lábát, és várja, hogy mesének lehessen. De miért mozgatod? Unja magát. Úgy van ideje. Csalás, miért mozgatod a lábát? Azért, mert fáj. De a lábad vagy a karod? A karom. Közöm az úgy talán felállítani. És Messi megnyerte a döntőt! Hogy el esetben a totem a Messié, és 24 óráig, illetve holnap délután 4 óráig felmentett minden gyakorlat alól. Gratulálunk! Végre nem kell mosogassak! Kékkel. De a kék meg van bundázva. Dobós, vagy igen, utána le kellett dobni a flakont, és aztán meg kellett hozni a pingpong labdát. Ahol végig elsikerült Laurának. És végre először igen. De volt felmentésed, ezért csak ketten voltatok konyhások. Hárman voltunk konyhások, csak igen, annak fizetett. Igen. Mi volt a második? Jó, voltunk mi is, és nekem 4 méteren múlt, hogy utolérjen maját. Nekem is elég szoros volt. És ezért konyhás. Nem szeretem, ha szorítam konyhás. Aztán mi volt? A röntgös volt. Igen, de az rossz volt, azt nem szerettem. Én abban nem voltam. Igen, mert igen, az jó volt. Na, igen, mert kiestünk, és akkor Majának volt opciója, hogy Maja fáj. Én csak ennyit tapott meg. Én sem mentem volna, választottam volna. Úgy szédültem amúgy, mert összezavars, akkor... Jó, de tényleg amúgy, ha azt kellett volna, még az utolsót megnyer, és kezdjük megint előről, harmadszorra is. Még mi volt? Volt ez a dolog, a húzós. Aztán volt a... Igen. Szedtünk szemetet, gyűjtöttünk nagyon-nagyon sok követ. Meg lett az 50-es. Igen, az megkaptuk. Megkaptuk. Hárman. Jó, de mi segítettünk. De én kaptam. Ti elkísértétek. Nem amúgy mi Majával rengeteget gondolkoztunk rajta, szóval. És nem mellesleg voltunk a kükülnök. És nagyon csúnyát úgy gondoltuk. Igen. És a fiúk el vannak kalandozva. De most kéne. Nem most tényleg, jó, hogy rájöttél. Aztán volt az ott, de a tartósnál meg az lehetett ugye a totemet. Igen. Holnap 4-ig nincsen dolgom. Természetesen. Kivételesen lány nyerte meg. Csak az, hogy Anna fizetett neked, úgyhogy még mindig mosogatsz. De csak Anna holnap reggel már kell mosogatni. De nem, mert holnap reggel lesz egy játék, és az dönti el, hogy ki fog mosogatni. És de reggeli után, mert reggeli után van a játék. Hát igen, de azért nem mosogatunk. Ó, de most három kés könnyű elmosni, ha azon van. De amúgy ilyen. Eltört a láb. Lábunkája! Lolo eltervezte, hogy megfesteni a haját. Voltunk a kükülő, Huni rávet, hogy beugorjak. Nem jön ki, szóval nem. Tényleg. Úgy mentünk kükülőre, hogy nem adott. És akkor tusoltunk 5 perc. Amúgy ezt ennyi múlott, hogy szívinfarktust ne kapjanak, szerintem. Mondjuk nem. Nem kell. Nem bomba
És akkor a mester elindult egy sokkolóval egy kutya felé. Ja, igen, a sokkolóval. A kutya alig ment el. Este kaptunk pelét. Aztán majdnem megsokott minket. És akkor egész éjjel fogtam Laura kezét, hogy ne sírjön bele. Ez muszáj volt, ezt mester belevágja. Láttunk este pelét, felköltöttük Hunit, mondtuk neki, hogy vesz, és azt mondta, hogy jó, és vissza. Remélem, annyira nem emlékszek. Felkelt másik Huni, és úgy tett, mintha nem kellett volna felkelni. Neki tudta, hogy felkelt. Jó, sújtok így. És amiközben mentünk fel, Huni betakarta Mesit, és Mesi utána meg levetette az egész takarót. Igen, épp elmondtuk, hogy jaj, milyen cuki, hogy betakarja a testvéját, Mesi erre jön. De aludtam, nem is tudom. De amúgy kiderült semmi se alatt. Ezek a fontosak, és az a legfontosabb, hogy végre lány nyert. Igen. Ez nagyon fontos. Igen. Nem igen. És akkor ennyi is volt a napi beszámoló. És a döntőben két lány, ezért mindenki úgy örül, ki tudja leállítani a kamerát. Szia, Eszterke! De... Szia, Eszterke! Az úgy ki lesz vágva, ugye tudjál. De ő az egyetlen ember, aki tényleg így nézi az állókat. Ki lesz vágva minden. Ki lesz kivágva. Ó, itt kell találkozni. Ez igazából. A tartós, a vassal. Ebből vajon mennyi jó anyag lesz? Kevés. Jaj, csináltunk bennet. Igen, jaj. Ami ott száll. A legtöbb lejött, úgyhogy nem para. Majának olyan csalást, hogyha ki lenne festve a körbe, lehet, hogy nem lesz olyan jó, mint a majdnem a csuklójáig fekete volt. És most egy puhát, te amellett megbeszéljük, hogy mit csináltunk ma mi.